Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy következő műsorszámunk egy szó öncenzúrát tartalmaz. Ez a szó a... Úgy indult, hogy megláttam egy posztját a Facebookon, amelyet még Amerikában a kaliforniai Coachella Fesztivál hatása alatt írt ki április közepén. Majdnem lebringáztunk Malibuba, de végül egy zsivány kis Michel lett belőle a csendes sort szempontján. Mondjuk az se volt az. Vad idegenekkel ünnepeltük a szerelmet, az életet a kócsellán, hogy közösséget tudunk alkotni egy daláta, hogy máshonnan jövünk, mások vagyunk, mégis összeköt minket pár sor, egy dal. Hogy nem a különbséget keressük, hanem az azonosságot, hogy elfogadjuk azt is, amit nem értünk. Lenyűgöző volt ez az, az egész. Nincs vége! Elfelejtünk hazamenni. Mégis hogy van, hogy az egyik vezető koncertzenekarunk frontembere a hazájától több ezer kilométerre szembesül azzal, hogyan lesz sok emberből nem csak tömeg és közönség, de a közönségből közösség is. Mit érzett, mit gondolt, amikor szinte felolvadt ezen a koncerten, amelynek emlékére ennek a nagy hatást kiváltó dalnak a címét itthon még az alkarjára is rátetováltatta. Úgyhogy azt gondoltam, kb. két évenkénti publikus beszélgetéseink örömére rákérdezek, hogy... Csak hát közbeszólt az élet, ahogy ő is egy élő televíziós műsorba, ahol annyit mondott. Yeah! Utána jött az amerikai utazás, meg az a hír, hogy a Petőfi Rádió napok óta nem játszik tőle való dalokat. Aztán hazajött, és közben az országgyűlési választás eredménye miatt tiltakozó tömeg egyik szimbolikus skandáluma, talán irántavaló szolidaritásból is, épp az ő egyik sláger. lett. Ám nagyjából ugyanezekben az órákban visszatér az éterbe is, dala előtt a következő felvezetéssel. Sziasztok, Flor Tomi vagyok. Most én vagyok a Soros a Rádióban. Jaj, meg, úsztok meg. Hát, Tényleg nem. Viszont ha úgy van, és általában úgy van, akkor a történelmi pillanattól csak még izgalmasabb lett a -e tervezett beszélgetés. Mert ha korábban be is jött a sok buta sztori róla, akit a mainstream és az underground, valamint a hatalom és ellenzéke egyszerre tud magáénak, az valamit nagyon tud. Márpedig karácsontamás, Tamás, a floor, ebben király. De vajon mihez kezd vele? Kulturfitness második epizód. Elnöki ügy. Start the show! De térjünk csak vissza egy pillanatra az amerikai flóreszkáláshoz. Ott, mi is volt a flash? Hát egyrészt volt egy olyan flessem, hogy én fesztiválokon nem tudok bemenni a tömegbe, és ez igényt iszonyatosan hiányzik, és most végre be tudtam és ültem a fűben. Tehát most egy ilyen hülye hangzik, de nekem az egy akkora élmény volt, hogy én tudok csak úgy ülni a fűben egy fesztiválon. Aztán meg ugye a lenni, ami nekem nagy kedvenc csapatom, és még nem voltam soha a koncertjükön, és arra jöttem rá, hogy kicsit én el is felejtettem ezt az érzést, ami, ami, amit így a, a, a lenti a tömegben levés ad, és uh, fentről is nagy élmény, meg fentről is óriási, de más, és hogy, hogy sokszor azon gondolkodtam csak, hogy amikor nem értem, hogy jönnek oda, mit a lányok, hogy ez már a 33. bulindang, hogy mi az Isten, lehet még 33. óra is izgalmas bennünk, és azt hiszem, hogy most rájöttem. És hogy mi az? pont ez, nekem itt a, a pont ez volt a nagy flash, hogy, hogy a tömeggel együtt, lényegében teljesen ismeretlenekkel, úgy mégis közösséget alkotunk, és felszabadul valamiféle olyan rezgés, és tudom, ez ilyen spirituális izé, de már, már, egyébként már egyre kevesebbet magyarázkodom, emiatt most már, már nem érdekel, hiszek abban, hogy igenis vannak pozitív rezgések, vannak nagy egymásra találások, amikor ugye az ember érzi a levegőben, hogy igenis itt valami most van, és történik, és ennek a részese vagyok, és be jó lenni. és hogy ez a lényeg, hogy ott tényleg, Kínából, innen-onnan különböző színű, különböző neveltetésű, mindenféle ember jön. És mégis valahogy úgy egymásra találunk, úgy, hogy együtt éneklünk egy dalt, és ott vagyunk azon annak a zenekarnak a koncertjén, akiket ugyanúgy szeretünk. És hogy közben mindannyiunknak megvan a saját kis élettörténete. Nekem is volt már, hogy barátnőmmel volt közös dalom a, Lenitől, volt, hogy megértem a szakítást, összejövés, mindent. Tehát, hogy, kicsit abba gondoltam bele, hogy Jézusom, tényleg, hogy, mi a, hogy a mi koncertünkre is sietnek az emberek, hogy odaérjenek, hogy, hogy a mi zenéinkre is megélik ezeket, hogy, hogy, szakítanak, hogy, hogy összejönnek, hogy akármit, ami az életükben történik, és hogy, ennek mekkora ereje van, és ez óriási, és én ilyen euforikus állapotban lebegtem, szerintem még egy óráig a koncert után. Először érezted akkor, vagy, vagy újra érezted akkor? Újra, újra. Újra, újra. De a színpadon éreztem sokat, ez azért, azért az elképesztő amikor ott van 10-20 ezer ember, és látod, hogy na itt most, itt most nem tömeg van, nem csak idegen emberek egy csoportja, hanem itt közösséget alkotunk, itt valami olyan történik, aminek ereje van, és csak a tényleg lentről azért ezt nagyon rég láttam, és most egyébként el is határoztam, hogy egy ilyen kis fesztiválmaszkot fogok venni. Az mire jó? Hát, hogy be tudjak menni, tehát nekem konkrétan úgy néz ki, hogy... hogy a fesztivál, mi csodál? Maszkot. maszkot. Hát, hogy valami kis, ami egy jobban szellőzik, ilyesmi, mivel mert, mert egyszerűen az van, hogy én, ha bemegyek, akkor Körülbelül, az, mire a sátortól eljutok egy picivel arrébig, az másfél óra is csak képeket csináltam, és semmit nem láttam a koncertekből. Tehát én ugye azért nyáron általában a színpadok hátulját nézem és hogy, azért, jó, jó volt a tömegben lenni. Meg jó voltam hogy úgy csak egynek lenni az egészben, és hogy, hogy, úgy mégis összetartozni valakikkel, úgy, hogy mondjuk nem azért, mert én fluor vagyok, vagy nem fluor vagyok, hanem mert, mert emberek vagyunk, és tök jó, hogy tudunk, tudjuk szeretni ugyanazt. Az a közönség, amelyik ott volt veled, abban az időpillanatban szerinted hasonló módon élte meg, amit most elmeséltél? -e? Nem, az én esetem bonyolultabb azért ennél. Az viszont biztos, hogy a leni nek van egy olyan atmója, akárhol lépnek fel, ami úgy beszívja az embert. Tehát, hogy, hogy azért ezt nem minden koncerten éreztem a coach ellen. Például tök jó volt a Beyoncé is, de az annyira egy ilyen nagyon profi, nagyon kiszámolt. Ez egy egyoldalú közlés, nem? Igen, igen, igen. Szóval, hogy itt, itt, inkább, inkább az volt, hogy úgy egyesült a kettő, és egyszerűen teg ez, ez az a románc, ami lenyűgözött, és ami ezelőtt is lenyűgözött, de most még jobban, hogy, hogy teg ez a zenekarok és a közönség közötti románc, mert ez tényleg az. És ezért is írtam a posztba, és hogy ünnepeltük a szerelmet, az életet, mert ez történt, lényegében szerelmes darokat hallgattunk egy boybentől, bár azért hozzáteszem, hogy azért nem egy Backstreet Boys-ról beszélünk, de mégiscsak egy boyben. A, a vlogomban magyarázkodom is erről, hogy hát, jó, hát tudom, hogy fiú csapad, de hát ugye de hogy tényleg egyszerűen olyan, olyan atmoszférát teremtettek ott, ott azon a színpadon, hogy, hogy így magával vitt mindenkit, és, és wow, eufória. Az a helyzet, hogy most az internet jó voltából egy kicsit mi is ott lehetünk, ugyanezen a koncerten, most ugyanazt a felvételt halljuk, amit te hallottál élőben, már hogy arról egy felvételt, jó, kicsit olyan is, de most neked egyfajta ilyen visszaemlékezés lesz, hogy újra belebújástak meg egy első élmény. Ami... So good. ez az azért szépen lejött, hogy ment a közönség ezzel a de szépen. <laughs> igen, igen. M meg ezzel a dala. Meg tudod egy kicsit ragadni, hogy amikor ez a feloldódásod a dalban, vagy a dallal és a közösséggel és a közönséggel így valahogy egy életetek, hmm. akkor ez belülről hogy nézett ki szavakkal? Hú, nehéz, nehéz, nehezen megfogható. De nekem kb. olyan volt, mint egy nagy meditálás, vagy amikor fut az ember, nem tudom, 6-7 kilométert, és utána már csak nyújt, és úgy izzad, de van az az olyan kellemes könnyűség az egészben, de közben mégis egy olyan mélységgel, hogy úgy, hogy nem tudom én, hogy átgondoltam, átgondoltam egy csomó mindent az életemben a koncert alatt, hogy, hogy annyira, tehát annyira magával rántó volt az atmoszféra, hogy az egészet, hogy, hogy tök ritkán áll meg az ember, úgy tényleg. És nekem ez egy olyan pillanat volt, hogy, úgy lelassult az idő, nagyon ritkán lassul le az idő, azt azért meg kell, meg kell, jegyezni, ott lelassult, ott annyira benne voltam a pillanatban, hogy úgy, úgy tényleg egy totális megélés, és, és nagyon, nagyon elképesztő volt. Milyen szituból értél oda? Mert abban a sorban, amit hallottunk is, van egy nagyon érdekes sor, hogy pontosabban a refrénben, amit hallottunk, Oh, my heart hurts so good. I love you, babe, so bad, so bad. Jó, igen. igen, ez azért, most így, olvasol olvasva nem hangzik. Na, 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 az, <laughs> a, az a kérdés, hogy ezt a, hogy, neked, benned ez hogyan kottázódott, az az egy számít. Igen, kicsit amúgy szerintem az én olvasatom más ebben, mint maga a dal jelentése, tehát nem annyira egy szerelmi történetre húzom rá, bár volt már szerelmi történetem is erre a dalra, hanem inkább ez az érzés kapott el, hogy ott voltam délután, ezzel a sok emberrel együtt énekeltük, hogy olyan jól fáj a szívünk, és ott tényleg annyira jól fájt a szív, hogy, hogy úgy éreztem, hogy na, ez az a pillanat, amit most magamra fogok váratni, hogy amikor ránézek a kezemre, mindig eszembe jusson, hogy ez milyen jó, hogy ne felejtsem el ezt a románcot, és végül magamra is varadtam, és csak ugye a viszonyítás képen nekem utoljára 2011-ben volt ilyen pillanatom, amit így magamra varadtam. A rendkívül nagy önmérsékletet tanúsítottál évekig valamiben. Ja, igen, igen, <laughs> Azt igen, látom. igen, 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 igen. Tényleg azóta nem, azóta nem voltam így közönségbe szépen <laughs> koncerten, akkor ezért. Elfelejtetted néhány évre, mit jelent, az, mit jelent zenélni <laughs> ja, ja. a közönség számára. De más, a színpadról más. De, hogy, hogy nincs ott átéljük a zenekarral, meg ránézünk emberekre, de ezek az egymásra nézések, ez ahogy így vadidegenekkel egymásra nézünk. A színpadon más, annak van egy olyan hogy hiába nézel azért lemondjuk valakire, mert együtt élnek az a jó, hát ezt csinálják az emberek, akik színpadon vannak. De hogy amikor a közönségbe feloldódsz annyira, Úgyhogy egyébként azért hozzá kell tennem, hogy nekem azért külföldön ez így egy ilyen fura dolog volt, hogy ott vagyok, és amúgy, amikor éppen nem a színpadon vagyok, azért ilyen szinten vannak bennem gátlások. Tehát, hogy, hogy az, hogy én ott egymásra nézzek emberekkel és énekeljek, azért az, na, ez nem annyira jellemző. Tehát, hogy kicsit azért ott a, egy másik kontinensen az ember ott áll, és Jézusom néha még azon is gondolkodik, hogy akkor hogy is kell ezt mondani, meg azt, és akkor ott, állsz, és akkor rád néz a kínai lány, utána nem tudom, rád néz egy srác innen, egy, egy másik, és akkor együtt énekeljük, Jézusom, milyen van, de jó, hogy ezt csak úgy, úgy csináljuk egy <laughs> Megmutatod az alkarodat? <laughs> Ahol ez a varrás van? Vagy te tova? Aha. Aha. Ez a dal címe, ugye? Igen, igen, ugye I love you so bad, ez a rövidítés. Ez I... a kezdőbetűk? I-A-Y-S-B, és itt a B betűnél van egyébként egy kis színpad, és ott van a tömeg a, a B betű aljába, és akkor ott a kis pötty vagyok én fán. És ez minek a memója pontosan? Hát egyrészt az, hogy ne felejtsük el, hogy egyébként mi akkor is benne vagyunk ebben a románcban, amikor nem gondoljuk, tehát, hogy mennyi ember életében vagyunk benn úgy, hogy közben esik. De közben nyilván kapunk esküvőről videót, erről arról, mondja a srác, aki állandóan ingázik London és Pest között, hogy úristen, amikor azt a sort mondom, hogy még el se jöttem, de már megyek vissza, és hogy a bőröndbe kilopott hajnalok, hogy mennyire belelógunk emberek életében, mennyire benne van ez az egész, és hogy, hogy nyilván ezt tudja az ember, de de nem tudja úgy beérezni, addig, amíg nem érzi ezt hogy a saját bőrén, és hogy ha annyit jelentenek dalok embereknek, mint amennyit nekem ezek, akkor, hát akkor már rég nyertünk. Tehát, hogy akkor nagyon jó. Voltál tavaly is Amerikában egy hónapig, uh -huh. és azt hiszem akkor mondtad, hogy kint mondtad a vlogodon valamelyikkel, hogy fontos, hogy magunkkal legyünk egy kicsit, és feltegyünk kérdéseket is magunknak, meg válaszokat is találjunk. Uh -huh. Szóval, hogy kell egy ilyen kis önismereti rész. Most uh, mik voltak azok a kérdések, amik felmerültek? Hú, sok, sok. Egyébként én nagyon érdekes folyamaton megyek keresztül. Nekem a tavalyi év vége, végétől így valami, nem tudom, hogy elkezdtem így keresgélni magammal. Lehet azért, mert betöltöttem a 30-at, és akkor már úgy éreztem, hogy ez ez a szám már úgy néz rám, ez most kezd fenyegetni. Hát, hogyként a legtöbbet talán az időn hogy mire megy el az életem, hogy mikor is beszéltem én utoljára magammal, hogy mikor volt olyan, hogy csak mi time, és egyébként ez a Miami talán onnan indult el, amikor egyedül kimentem egy hónapra, ami azért úgy szerintem egy bátor vállalás, hogy az ember csak fogja magát, és teljesen egyedül kimegy, és ott voltam, nyelvsulisztam egy hónapot, azért kicsit kinyitotta bennem így a világot, lett helyből, nem tudom, 10-12 országból, haverom, barátkoztunk, dumáltunk, Csomó mindent meséltek emberek, Na, és ekkor volt az, hogy, hogy hát ugye ezen kívül súlyn kívül így nem mindig mentem el a programokra, volt, hogy csak akkor most biciklizek három órát, és közben hallgattam a zenét, vagy elmegyek futni, és, és rájöttem, hogy, hogy baszki... Ez 15 6 éves koromban, amikor de hosszú volt az út hazafele a suliból, és az nem volt ez, hogy net a telefonon, hogy jé, mennyivel többet beszélgettem magammal, mennyivel több rájövésem volt, hogy nem volt net, és emlékszem volt, hogy egy éjszaka alatt kiolvastam egy könyvet, és addig olvastam, amíg nem lett vége, és hogy vagy csak egy kicsit rájöttem, hogy hiányoznak ezek a pillanatok, ezek az ilyen életszerű pillanatok, mikor tényleg az ember benne van, ugye most ezt a mindfulness megfejtések vannak, egyébként gyakorlom is, mert azt hiszem észre, hogy mindig a következő pillanatban akarok lenni kicsit, vagy még, még az előzőben vagyok, de ugye a jelen az néha úgy, úgy, eltűnik az egészből, és akkor nem tudom, hogy számold meg hány hangot hallasz, akkor mit tudom, én eszel egy ételt, akkor ízleges jobban, akkor néz formákat, színeket, tapintás, szaglás, egyebek. és lényeg a lényeg, hogy olyan szinte feltöltődve jöttem haza, pont azért, mert töltöttem időt magammal, és, és egyszerűen ezeket a kérdéseket elnyomjuk, nem beszélgetünk, nem történik semmi más, teljesen felesleges híreket olvasunk a telefonunkon, szerintem tízből mondjuk kettő vagy három, amit érdemes, tehát így az infok közül. Közben meg elveszik az igényünk is arra, hogy mondjuk olvassunk, mert úgy agyba azt érezzük, hogy hát egész nap olvastunk, csomó info van, de nem, de közben közben meg azért másik könyvet olvasni, mint egy Facebook adatlapot, és nem, de ezeken gondolkodtam, azért is mondtam el ezt a vlogba, hogy, hogy ez, ez milyen jó élmény. Melyek azok a kérdések, amelyek, arra még nem találtál választ? Mutat, hogy az idő, de azért az idővel jönnek dolgok, tehát az idő megsürget bennünk bizonyos kérdéseket, vagy válaszokat. Igen, volt a Soha véget nem érős című dalunk, az pont egy régi dalomra válasz. Tehát volt, fú, nem biztos, hogy tudom idézni, mert 2005-ös dal, tehát azért az nem ma volt, Hú. de ugye abban volt, hogy nincs válasz, csak kérdések, legbelül káosz, sorra kopnak el az érzések, már... Nem köt a világhoz semmi ideben, részem kiveszem, lelépek ennyi, mond meg mi legyen, mert válik minden idegenné. És akkor a soha véget nem érős refrénbe jött a válasz, hogy rég választ kaptak a kérdések, de maradt egy, hogy mit csináljak veled idő. És azért ez tényleg, tényleg egy, egy, fontos kérdés, hogy mit csináljak veled idő, hogy ki, mondjuk ki az a lány, akire most rászánjak még pár évet. Hiszen azért most jó, nem azt mondom, hogy úristen a 30, milyen, mennyire durva kor, de hogy hát ezért már 30. Hogyha mondjuk szeretnék 34-5 évesen mondjuk gyereket, családot, akkor lassan már mert lehet, hogy hogy nem kéne időt pazarolnom olyan lányokra, akikről nem feltételezem azt, hogy mondjuk családot fogok alapítani velük. Tehát hogy, hogy sok ilyen kérdés van, de a legtöbb az idővel kapcsolatos. Te találkozol olyan lányokkal, akik családot akarnak alapítani? <gül> <gül> Ez ugye, igen, jött a kérdés, a, a jogos kérdés. De egyébként nem azt mondom, hogy görcsösen keresem, de azért úgy bennem van, hogy, 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 hogy jó lenne. De, de az a baj, hogy ahhoz meg ahhoz meg nagyon hiszek a varázslatba. Tehát, én, én, nem tudok egy ilyen nyugodt dolgot, hogy nincs szikra, nincs az Úristen egyfajtába látnom kell, és nem tudom. Az elején legyünk az első, legalább két hónap annyira idegesítőek, hogy a haverok ki legyenek, mert egyfajtába csókolózunk, és mind, hogy, hogy, nekem mindig az ilyen elragadó érzelem kell, amiben egy nagyon benne vagyok, és amiben nagyon bele lehet halni, és amiben benne van legalább az esély arra, hogy tönkre tudja tenni az életemet. Tehát én ezt szeretem. Ah. Biztos, hogy ez a jó irány? Párválasztás? Élete szóló párválasztás? Nem biztos. Lehet, hogy ilyen, persze, tehát ez most nem, <laughs> nem, nem, nem tagadtam, hogy van ilyen, csak ugye ez ez egy ilyen szenvedély alpú dolog, ha jól mm -hmm. értem. Igen, de közben meg szerintem pont ott bukik el, hogy, hogy mellette meg azért nagyon racionális is vagyok, tehát hogy azért már úgy oda is figyelek. Tehát lehet, hogy azért nem tud elragadni senki, mert már annyira az elején azt nézem, hogy na ez stimmel, ez stimmel, ebből problémák lesznek később. Ez, ha már ez már most idegesít, akkor később, Hát, akkor gondolkodhatsz úgy, hogy ki az, aki nem érint. Na, az stabil. Igen, igen, igen. Na jó, hát ez nem egy, nem egy könnyű kérdés, ez kétségtelen. De hát nem is először merült fel ez a dalaidban sem. A felébrednék máshol. Igen, igen, igen. Igen, érdekes, mert, mert néha azt érzem, hogy mintha így négy évente egy visszakanyarodnék picit, és akkor utána mindig abból kiindul egy új valami, ami meg már máshova kanyarodik. Ah, erről szerettem volna veled beszélni. <laughs> Figyelj, van itt egy Azt mondod, az élet felnőttként fajnap, de jó volt. Na, van elfogadni, ami van, azt mondod. Hogy sosem elég a jó volt, de mégis jó volt, többet beszélsz a rosszról. Most ledobok mindent, ami gától lelépek, hogy többet lássak a világból, sok a gond. Fogok pár titkot, mint egy csomagot, és ott hagyom valahol, hogy robbanjon egy jó. Nap. Most ez hogy vagy? érdekes, mert az ember mindig azt hiszi, hogy már felnőtt, de szerintem ilyen 18 éves korától kezdve. És tényleg legutóbb ennél a dalnál volt egy ilyen nagy érzelmi hullámom szerintem, amiben most is vagyok, hogy, hogy most megint kicsit azt gondolom, hogy igen, aztán négy év múlva majd lehet, hogy megint kiröhögöm magam, hogy mi, Tomi, hagyjon, hó voltál, te még kisgyerek voltál, még a kis naív szerelmi történeteid, de hagyjuk meg. De hogy azért mégis azt érzem, hogy hogy végignézem a, az ívét annak, ahogy elkezdtem, ahogy bekerültem ebbe az egészbe, azért visszanézem, most már így látom, hogy azért kis voltam még egy csomó mindenben, hogy azért be voltam dobva a mély vízbe, mikor ebbe a mainstream történetbe bekerültem, és akkor így hirtelen a Fehérváról megérkezett kis csávó a Terézúti ilyen gangos házban, ott a cselét szobában üldögél, és akkor ott énekli a bizút. Szóval, hogy Szerintem hogy az elmúlt nyolc évben lehet, hogy leéltem egy huszati, így, így, vagyok komolyan. De azért ugye rengeteg ebbe a konfliktus helyzet, rengeteg a történet, de hogy azt vettem észre igazából, hogy erre már mondta ismerősem azt, hogy hát ez már azért van, -e, mert öregszer, tényleg ez így elhangzott hogy majd annyira nem érdekel, nincs bennem ilyen frusztráció, hogy ki mit gondol rólam, hogy, hogy most na, ha ezt csinálom, akkor mi lesz, akkor mondjuk elvesztem azt, aki azt gondolja, hogy most ami, ami számomra az egyik legérdekesebb, és pont a vlogolást is ezért indítottam el, hogy, hogy jé, hogy hogy, 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 lehet, hogy elég az, ami vagyok, hogy lehet, hogy lehet, hogy igazából nem kell több. De, hogy, hogy, és ez, ennek van egy ilyen nagyon furcsa szabadsága, de egy ilyen furcsa súlya is, és most pont ebben vagyok, hogy jé, de jó, lehet. Nyilván de közben meg benne van, hogy hát akkor lehet, hogy ugyanúgy kell viselni a támadásokat, amik ezzel járnak, de az, azokkal meg már találkoztam. De hogy, hogy talán ez, talán, talán szerintem ez, ez egyik legerősebb, meg úgy nem azt mondom, hogy összegeztem az életem, de úgy, úgy nagyon sokat elemeztem magam, Próbáltam három lépéssel hátrébb menni, tehát hogy így, valahogy elkezdett foglalkoztatni az, hogy na, ami én voltam mondjuk tizenévesen, az most innen már tök másnak tűnik, mint ahogy megéltem. De még a mondjuk 5-6 évvel ezelőtt is, hogy az ember, mintha ilyenkor így, 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 így egyszer csak látná kívülről, és látná egy más szemszögből azt, hogy na, milyen gyerek lehettem, na, milyen tini lehettem, na, milyen, milyen lehettem ebben az egészben, és és igazából arra jutottam, hogy, hogy ne, azért nekem sok mindenem született frusztrációból. Én sokszor gondoltam azt, hogy nekem mutatnom kell valami képet vagy arcot ahhoz, hogy hogy az emberek ne gondolják azt, hogy esetleg nem vagyok elég ahhoz, amit csinálok. Mert azért az embernek a fejébe ez megfordul, hogy, hogy mi van, ha nem vagyok elég? Mi van, ha csak úgy jól sikerült, jól sikerült, az ilyen impostor szindrómat már utána néztem, de hogy, hogy ez, ez mindig benne van az emberben ez a szorongás, és uh, így mostanában kezdem azt érezni, hogy bennem már nincs, hogy tudom vállalni magam azzal a, azokkal a hibákkal, azzal minden együtt, ami vagyok, és hogy alapvetően meg így a személyiségfejlődésem, vagy szükségem van arra, hogy ledöntsek bizonyos falakat, hogy meg tudjak nyílni jobban embereknek, és ez a például, ez, hogy elkezdtem a videózást, nekem ebben egy ilyen nagy segítség, hogy tesz végül is ki a világba, és erre szoktam mindig mondani, hogy kicsit, mint a farkasok elé dobnám a szívem, de közben meg, és akkor itt visszautalok erre a románcra a zenekar és a, a, a tömeg között, a közönség között, hogy de hát nem csak a farkasok vannak ott, hanem ott van egy csomó ember, akivel meg egy sokkal szorosabb kapcsolatot tudunk így, így létrehozni, egy, egy komolyabb kötődést, és tudjuk együtt ünnepelni azt, amit ezen a koncerten ünnepeltünk. Ha már ennél a koncertnél maradunk, ott volt egy élményed amit magaddal hoztál, és amikor hazaértél, nagyjából egy héttel később volt az a nem olyan régen volt hétvégeit Magyarországon, amikor fölvonult csak ember a országgyűlési választások eredménye során érzett, hogy mondjam, gondolatait kifejezvén és érzéseit kifejezvén, és ott történt az meg veled, hogy miközben a tömeg vonult, és miközben nyilvánosságot kapott, hogy te a Petőfi Rádióban néhány napja nem szólsz, semmilyen formátban, tehát sem florként, sem velhelóként, sem sehogy. Egyfajta szabadságnak a jelképe lettél ott a téren, és velhelót well játszottak a, a felvonulók. A felvonulók kérték, hogy legyen velheló. Well a másik oldalon pedig visszakerültél játszásba egy, egy vicces felvezetővel. igen, igen. igen. Hogyha ettől a egyébként abszurd helyzettől egy picit, tehát, hogy mind a két oldalt pillanatnyilag téged magáénak érzed, ugyanabban az idő pillanatban, Ha egy picit hátralépsz lelki szemeiddel ebben a szituációban, és előveszünk egy olyan kifejezést, amit ö, teljesen te honosítottál meg, illetve ti, ez pedig a elnök, Ja, féltem, hogy egy egy másikat fogsz mondani. Igen, a nem arra Igen, azt ti honosítottátok meg, de aztán átvette a politika. Úgyhogy ez egy más, az egy fordított irányú dolog. Itt az elnökről gondolok egészen konkrétan azért, mert ugye jössz egy élményből, konkrétan haza, ami arról szól, hogy egy dal mennyire egyesített egy emberekből álló tömeget közösségé. Tulajdonképpen ez egy vagy szellemi folyamat. Uh -huh. Tapasztalod nagyon frissen, átrepülsz az óceánon vissza, veled történik meg, hogy téged mindenki magáénak mond egy olyan pillanatban, amikor árok van, vagy árkok vannak az országban. Úgy, ha innét nézel az elnök ségedre, vagy az elnöki mi voltodra legalább, legalább mind szerző előadóban, akkor hozott-e változást a gondolkodásodban az a pillanat? Hát egyrészt egyébként lenyűgöző volt, elképesztő, de... Is, ennek is volt egy súlya, tehát hogy én egyébként utána is leültem írni egy dalt, tehát hogy engem ez, ez, nagyon megfogott, talán ebben már nem tudom pontosan, de valami ilyesmi sor van, hogy vagy megöl, vagy megerősít, hogy van felelősség. És hogy, hogy hát igen, azért, azért, azért ebben vannak vállalások, itt nekem ebben az volt kicsit fura, hogy, hogy, ugye én ezt nem kértem, meg, de amúgy iszonyatosan jól esett, néztem a tömeget, és azt ilyen van, és csak az egy kicsit úgy az volt bennem, hogy na álljunk meg egy hogy kerültem én ebbe ennyire bele? Tehát, hogy, hogy közben meg azt is éreztem, mint hogy egy kicsit többet várnának tőlem annál, mint amit én így adok ezzel, de hogy közben meg nem éreztem azt, hogy nekem feladatom lenne így, így ennyire belefolyni már politikailag a dolgokba, mert én mégiscsak előadó vagyok, amiben igen, van egy felelősség, de közben meg akkor hol vannak a politikusok? Tehát, hogy nem tudom. Nehéz, nehéz volt. Ö Mindenféle kommentet kaptam, de de pont az az este volt az, amikor azt éreztem, mert, mert egyébként meg elég lelkizős vagyok, tehát engem azért megviselnek ezek a történetek, hogy hogy, hogy nyilván az emberben egy csomó gondolat megfogalmazódik, hogy hát akkor itt mi, 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 mi a viszonyok, mi a helyzet, és... És azért itt, 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 nagyon keményen nagyon keményen kellett, nem azt mondom, hogy vigyázni arra, hogy mit, mit lépek, hogy lépek, de azért, azért igen. Tehát, hogy itt ott van egy óriási tömeg egy tüntetésen, mellett ott van egy, egy rádió, ahol egyébként ahol egyébként dolgoznak ismerőseim is, akiket szeretek, és hogy például én azért is kértem bocsánatot ott a, ott másnap a, a sorosos történetén, mert hát elmírta az egyik szerkesztő ismerős, hogy hát neki most konkrétan a munkája múlik ezen, hogy, hogy én ott bemegyek és sorosozok, és hogy ez lement, és senki nem volt ott, aki megakadályozta volna, és hogy utána még ki is került. És, és azért persze trollkodás, jó móka, de azért az, hogy az én kis, nem azt mondom, hogy viccemen, de hogy hát végül is igen, emberek munkája a múljon, vagy sorsa, az azért már nem poén. Tehát az, az nem vicces. Az, és, és, akkor írták, hogy de hát az, az akkor, aki ott dolgozik, az meg is érdemli, de nem. Tehát, hogy, ezt viszont nem gondolom. Ezzel az élményen álltad mögött most, ami viszonylag friss. Mondtad, hogy írtál azért visszatérnék ez az elnökséghez. Mert ugye az derült ki, hogy fontos, vagy mindenhol. Uh -huh. Ez az egyik. Van egy nagyon friss, újra megerősödött élményed arról, hogy egy dal csodát tud tenni emberek tömegével, bármilyen megosztottak. Jöjjenek, akár honnét. Igen, igen. És egy elsőrangú dalszerző vagy. <laughs> Köszönöm szépen. Kezedben van egy eszköz. Uh -huh. Hogy ezzel az élménnyel tudsz-e, vagy akarsz-e tovább menni abba az irányba, nem a politika irányába értem, hanem abba az irányba, mivelre viszont nagy szükségünk lenne most, hogy közösséget tudsz teremteni elszeparálódó embertömegek között? Most kicsit úgy vagyok velem, hogy a inkább az a célunk, hogy, hogy kivegyük az embereket ebből a, ebből a hétköznapi, kicsit így fogyó levegőből, tehát azért, azért úgy érezzük a nyakunkon egyfajtában a politikát. Tehát, hogy annyira belelóg már az életünkbe, hogy, hogy nagyon sok. És hogy a wellhello nem vinném be még jobban, mert, akkor még, mert az a kicsi is, amikor elmegy az ember és másfél órát bulizik a koncertünkön, akkor ne, az legalább az ne arról szóljon, amiről egész nap szól minden, mert mert egy busz megállóban nem tudsz úgy beállni, hogy éppen az üzeneteket lásd, és tök mindegy, hogy melyik oldalról, mert egy, azt látod egyfajtában, hogy, hogy, éppen nem tudom ki az ellenség. Viszont most egy florszólóban meg akarok kifejezetten foglalkozni komolyabb témákkal, komolyabb uh, történetekkel, problémákkal, amit tényleg nem úgy kell elkezdeni politizálni, biztos, hogy nem fogok, úgyhogy most lehet, hogy páran csalódottan nyomják be a stop hogy jól van, eddig érdekelt az egész, akkor ha nem fog, akkor dögöljön meg. De hogy, hogy, hogy pont a felébredni más voltok jó, hogy, hogy bejátszottad, mert, mert most egy kicsit így, az az irány, az így megint bennem van. És igen, meg tök érdekes, hogy mindig, nem tudom, mindig azt érzem, hogy, hogy valahogy ilyen három-négy évente így, de tényleg ez a három-négy, ez, ez, nagyon, ez nagyon van. Valami úgy változik, de hogy, hogy most mégis, mégis, úgy érzem magam, mintha kicsit így, lehet, hogy azért, mert most nem volt annyi, annyi koncert, mert nem vállaltunk annyit, és hogy megint volt egy kicsit időm és, és hogy ezeket ugye el akarom mondani, hogy van késztetésem arra, hogy, hogy egyszerűen csak, csak beszéljek. Beszéljek, beszéljek fontos dolgokról, dalokban úgy, hogy azért az, az ne legyen sok, az ne, ne, az legyen, hogy így lehúz, hanem egyszerűen csak fejtegetés. Pont az, az, első dalban, ami kijön, abban az egyik bemondása az, hogy egy életem van, de az mire megy el, és így végigveszem párkapcsolatirag, végigveszem úgy, hogy akár az országban mit tudok kezdeni magammal, és nem feltétlenül én, hanem mint Flóra, hanem mint egy ember. Hogy tudom kezelni ezt, hogy, hogy hogy, tudom mondjuk a jobbat látni, hogy kimenni, maradni, akármit. Tehát rengeteg, rengeteg ilyen kérdés van. Tehát a kettősséget fölvállalod. Igen. Tehát van a Well hello, ami szórakoztatás, <laughs> mondjuk, mondjuk így, igen, de azért abban is, ugye, tehát azért egy apuved meg, hogy nem olyan lányt meghallgatunk, azért nem az van, hogy a, nem tudom, a csodákról énekelünk, és, és tehát hogy azért van, van mondani valót, nem azt akarom ezzel mondani, hogy a Vehallóban nincs mondani valót, csak ott azért húzok egy határt, hogy meddig megyek el. És pont ez a floor stílus, mondjuk, amit így akkor elkezdtem, de aztán ugye a Vehalló miatt nem folytattam. Most megint van egy kis időm rá, hogy csináljak olyat, és hogy akarok is. És... Hárján, melyik flor stílus? Hát a, igen, igen. Igen, igen o, tényleg már mennyi, volt? Na, mennyi Ugye, a, volt? Csak a flor volt. Igen, igen, tehát akkor nem a gránát, nem a mizu, hanem inkább ez a felébredni máshol van. A, ja. Azon gondolkodtam közben, hogy mennyire jellemző rád ez a egyszerre meglévő kettőség, és ez a, ez a tüntetés nekem pont ennek a szimbolikája volt, ez az április hmm. 21, a, a rádió, meg az utca. Egyszerre. Az underground, meg a mainstream bennedett személyben. Mm -hmm. Tehát a legdurvább underground, a legszókimondóbb szövegeivel, és a másik oldalon pedig a, a legtöbb embert megérintő, magával vivő, olykor elragadó, vagy megnevettető mainstream a szövegeiddel. Számomra ez amúgy nagyon érdekes, mert rajtam nagyon sokszor lepődnek meg. Például nem tudom, amikor megismerkedek új emberekkel, azért mondjuk tízből mondjuk hatszor pozitív csalódás vagyok, ami tök jó, úgyhogy már megérte az, azokat a dalokat is, amik miatt azt gondolják, mert, mert így mert csalódást nem okozom, csak így örülnek, hogy egy csomóan egyébként ilyen mainstream -e arcnak gondolnak alapvetően, miközben nem tudom, már a zenei ízlésem is olyan, hogy nagyjából 450 lájkos előadókat pörgetek. Globali. <laughs> Így a, te, a telefonomon, meg hogy, hogy tényleg olyan szinten nem hallgatok mainstream zenét, amennyire szerintem lehet nem hallgatni. Amikor hallgatom, az azért van, mert kíváncsi vagyok, hogy éppen mik mennek. De hogy nagyon szeretek utána menni. Tehát mondjuk a, úgy néz ki egy hónapban, szerintem 3-400 zenét meghallgatok különböző kis alter blogok, stb., és abból leszűrök valamennyit, amennyit hallgatok, és közben látom azt, hogy melyik stílusok fognak működni. Nagyjából mindig van egy sejtésem, hogy na most akkor hol volt ez, hogy na, szerintem ő most lesz világsztár, és eltettem, nem tudom, rá két év, és pak, g vel nyomja, és a többi, tehát hogy nagyjából úgy így pont emiatt meg szoktam érezni, és ami viszont a legnagyobb tanulság, és ezt nem lehet elvenni, hogy a mainstream mindig az undergroundból nő ki. Akárkit megnézünk, aki, aki nagy sztár, mind valahogy, valahogy alulról jött, és nem az volt, hogy na most ezt kitaláljuk, és Kozsó azt mondja, hogy ez fog működni, és ez működik. No, hát akkor egy kicsit menjünk tovább. Kicsit hat fűzelek be újra saját magad által. <laughs> jó? Ezt föl fogod ismerni, csak ez a három-négy éves ciklusban most ö, lett egy újabb opusz néhány hónappal ezelőtt. Ez a bieber közös valami más. Újra nyakunkba szagol a reggel, visszatér, amiről azt gondoltuk, nem kell. A jég vékony, de túl lövünk a célon, beszakad minden, mi szép volt. Ma is új jegyet váltottam, a jó meg a rossz bennem kánomban. Egy veszélyes álomban kár, hogy ez az egy fiatalságon van. Hát ez is megint egy olyan szöveg, és akkor még nem is fogom ide citálni a Pilvakernek írta a szövegeidet amik azért megint egy olyan csapás, ami simán az elnöki út Tehát neked van gondolatod arról, hogy milyen világban élünk, van gondolatod arról, hogy milyen kapcsolatban akarsz lenni az emberekkel, és nem csak gondolatod van, hanem szavaid is vannak hozzá. Igen, igen. Meg 300 lájkos előadóktól ikletet És tetoválások. Igen, amit, itt Magyarországon mainstream-é teszel, és világ sikerül. De azért mégis mégiscsak az van, hogy ha ezt a sorodat Veszük, hogy a jó meg a rossz bennem kánonban. Tehát ma is új egyet váltottam, a jó meg a rossz bennem kánonban. Akkor ez is a kettőségeithez tartozik. Abszolút, abszolút, abszolút. Nem, ez van, van. Én nagyon sokat szoktam így rágódni, vergődni bennem szerintem rengeteg kettőség van, egy csomóan azt gondolják róla, hogy na milyen nyitott, milyen izé, mit tudom én, csávó, közben, tehát van egy olyan oldalam, ami nagyon csajozós, és, és, nagyon nem érdekli, hogy utána mi lesz a lányokkal mellette, meg van egy ilyen nagyon lelkizős, nagyon szerelmes, nagyon képes vagyok úgy beleesni, és belehalni, és, és közben meg ilyen romantikus hősnek is szeretem magamat látni, tehát én egyébként kifejezetten szeretek szenvedni, hogyha valaki nem szeret viszont, vagy hogyha ha történik valami ilyesmi bennem, az úgy, az, az egy egy magasztos érzés, abban van valami szép, de hogy, hogy mellette mégis azért csinálom ezt is, közben nem tudom, egy csomószor jut eszembe, egy komolyabb hét után, amit mondjuk fesztiválokon nyomok és mondjuk minden koncert után elmegyünk esetleg inni, hogy mi az Istenért csinálom ezt, miért kell ez az életemben, hogy, hogy most akkor megint elvesztettem valamennyi napot olyan szinten, hogy nem voltam jól másnap, meg ugye egyre jobban fájnak a másnapok is, most nem, nem csak az italról akarok ebbe beszélni, de, hogy ez is egy ilyen, hogy, ha, hogy egy csomószor van lelkiismeret Egyébként így dolgok miatt, amikor úgy érzem, hogy na ezt most nem jól csináltam, ezt most lehet, hogy egyszerűen, egyszerűen nem gondoltam végig, vagy na most megint lehet, hogy egyre butábbnak látszottam, mint ami vagyok, de közben meg akkor ugye mégiscsak mindig ebbe a csajozós vagányszerepbe tolom a színpadon is, meg csomószor és nem mutatom meg azt, ami a mélység, mert az embereket odáig már nem engedem be, és akkor itt jön a mission vissza megint, ami, amit így idén bekattant nálam rettenetesen, hogy de, de valahogy ezt el kell érni, igenis meg kell nyílni jobban az embereknek, hogy, hogy lássák meg azokat a részeket is, amik nekem alap, hogy bennem megvannak, de ők azt sosem látják, és hozzájuk sosem jut el. A jólót is te népszerűsítetted itthon. Jó, én nem népszerűsítettem. <laughs> én nem népszerűsítettem. Nem, az a, 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 jóló az, az a, az, a, hülye gyerekek kárpedia, ami a szerintem. Szó szerint. <laughs> igen, tehát, hogy... ez a jó only live on. Igen, csak hogy ez semmire nem mentség. Tehát, hogy igen, de és akkor azt el kell cseszni, mert egyszer van egy életed, akkor legyél meggondolatlan, és szarjál vele, mert hogy jóló. Ez nem, én nagyon nem értek egyet. Soha nem is értettél? Nem, nem, szerintem nem. Én sosem az a fajta voltam, én iszonyatosan egy ilyen lázadó, ízé, menjünk, nem tudom, ilyen csávó voltam 16-7 évesen is, és amikor azt mondják, hogy az akkori én nem tudom, leköpne. Igen. Igen. Csak hogy szerintem ez, egy, nem, ez nem egy probléma, hogyha az ember közben szelidül, hogyha közben felfogja ezeket a dolgokat, tehát, hogy én alapvetően ez mindig volt bennem egy ilyen. Az olyan szabályokat, amikben láttam logikát, mindig tiszteltem, inkább akkor így fejezem ki, de onnantól, hogy egy picit is logikátlannak éreztem, akkor na de hát ez miért, és akkor ezért menjünk, és ez hülyeség, és igenis én nem úgy fogom csinálni, mert stb. stb. De hogy azért már ott van egy megnyugvás, és hozzáteszem, hogy teljesen más úgy lázadni, hogy közben tisztában vagy a szabályokkal, és tudod, hogy mi ellen lázadsz, mint csak úgy a semmiben, a semmiben lövöldözni, és akkor vagy eltalálok valamit, vagy nem, vagy nem tudom, most lerúgom a busz megálló üveget, mert, mert csak. Tehát azért ez az egy másfajta, mint amikor tudod, hogy na nekem ez azért nem tetszik, mert szerintem ez hülyeség, hogy így van. Abban már legalább van gondolat is, Azt tudod, hogy a Gyólo hogyan terjedt el világszinten? Fú, mert nem mikor? Azt nem tudom. A Drake. Drake, Drake a rapper. A Ludas, ő egy kanadai előadó, hip-hop és hogy neki van egy száma, ad motto amiben van egy sor, ami többször előkerül, és az, az szól erről. Csak egyszer élsz. Azt nem láttam, hogy a Drake. Ez, ez nagyon ja, amúgy. ez a Drake 2011-ben, és ő, az, hogy csak egyszer élünk, az már elég benne van mondjuk az irodalmi vagy a kulturális köztudatban. Csak nem így. <laughs> Árnyalataiban hát, egy pontosan, kicsit. Pontosan, de Dostoyevskinél is, Balzaknál is előjött többféle Ezért Csak azt akarom mondani, hogy van itt valaki, aki egy kifejezést így hirtelen fölemel egy teljesen más szintre. Aki jövő. egy rapper. <gül> 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 ja, ja, hogy akkor a párhuza megvan. Jó, ja, de egészen más szerintem azért régen inkább olyan olvasata volt, hogy éld le minden napod úgy, mint hogyha az lenne az utolsó, akkor inkább arra gondoltunk, hogy mondd el anyukádnak, hogy szereted, öled meg a családod, nem tudom, hogy, hogy úgy viselkedj emberekkel, ahogy, hogyha ha emlékeznek rád majd, akkor az utcsó találkozásotok inkább egy pozitív emlék legyen. Na most ez a jól olvasatában azért nem erről szól, hogy, hogy még öled meg a hanem nem tudom, mász ki az ablakon, és gyújts egy tüzet a, nem tudom, a szomszédba. De hogyha már itt tartunk, akkor az a hatás, amit egy rapper mondjuk el tud érni egyetlen egy szlogán, szlogenszintű és mondjuk szlogenszintű szintű szövegeidben nincs ilyen, akkor mi lenne a te <laughs> Hű, azért ez kemény lenne most összefoglalni, és szerintem nem is fog menni. Szerintem én nem lennék rossz. Tehát, hogyha mondjuk én politikai pályába gondolkodnék, meg tudnám szólítani az embereket. Nem gondolkodom ebbe, de nem gondolkodom ebben, de mindig ez, ez jut eszembe, amikor nézek így, így, embereket, akik szónokolnak, vagy úgy, úgy el akarnak érni valamit, és látom, hogy hol hibázik. Tehát, hogy Például van ez a Budapest vidék ellentét, hogy hogy ez egy óriási tévedés, hogy Magyarország Budapest. Azt, hogy mondjuk meg kéne nézni, hogy az a valóság, ami nagyobb százalékban van az országban, akkor nem Budapest a valóság, és nem a nagyvárosok a valóság, hanem az a, az a valóság, azok a, az elszegényedett falvak, ahol azok az emberek körülbelül hogy így, így, hogy a napi pénzük az így egy kiló kenyér árát se éri, mondjuk el, és mi, mi meg így a romkocsmába kortyolgatva teljesen más, más országot látunk, és tök fura az, hogy közben akkor, de hát hogy mégis nem, ez nem az, ez igazság, akkor mi vagyunk az illúzió. Én ezt látom a politikában is, hogy, hogy azért úgy Egyszer látni kell dolgokat, tapasztalni ahhoz, hogy tud. Én például körbejártam az országot, én nyomtam régen a falunapot, mint az őrült, <laughs> rengeteget. Tehát, hogy meg ugye én is vidéki csáv vagyok, tehát, hogy Pestről kikiabálni valamit vidékre, áh, szerintem ez, ez, megint egy kicsit ilyen. Ha nincs benned a néplélek, amit, hú, ez most nem én vagyok a népgyermeke, nem az én mondom, de hogy igenis van egy, van egy néplélek, van egy közhangulat, van egy ilyen felfogás az országnak, amit, amit, egyszerűen kell érteni, és ezt akkor érted, hogyha mozogtál abba, hogyha láttad is. Ez mindenre igaz. legrosszabb, amikor valaki egy picit rálát, és akkor már azt hiszi, hogy tudja. De hogy ez olyan, mint a nyelvtanulásnál, hogy amikor úgy jobban velem egy Jézusom, semmit nem tudok. -hogy hogyan néz ki nálad ez a ragad meg a napot? Két szónál többen nem foglalnám össze, viszont az olyan két szó lenne, ami nagyon tükröz, amit viszont ki találom találnom, és ha neki szerintem lát, hogy meg lenne. Volt egy poszt valahol, nem tudom, hol olvastam, de az volt a lényege ezekben az április 21-i napokban, amikor mind a két oldalon egyszerre te voltál a hős, ami úgy szólt, és ott megjegyeztem, hogy Sosem gondoltam volna, hogy Flor lesz a Bródi János. Az új Bródi János. <gül> Igen, <gül> Igen, meg az ellenzék ákosa, mindent a minden, minden. Igen. <laughs> Igen komolyan falfirkák vannak, tehát ér, küldik az emberek a falfirkákat, elképesztő, hogy, hogy, így meddig ment el ez a történet. Megvan az a dalszöveged, amit akkor írtál, vagy utána? Van, 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 van belőle, de majd. Ez egy olyan dal, ami eredetileg egy ilyen kis szerelmesebb történetnek indult, aztán úgy Kicsit elkanyarodott most ezáltal, de nem, mert most akkor azt fogják gondolni, hogy úristen, na most fog beleállni, most a politizálni fog, mint az őrült. Sok mindenre gondolok benne, akár a szabadságról is beszélek, egy csomó mindenről, hogy milyen az, hogyha csak mélységek vannak, és nem magasságok, de a szemekben látom a szabadságot. Akkor ezt mondja még egyszer? Hogyha csak mélységek vannak, és nem magasságok, de a szemekben még látom a szabadságot. virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt De szíveddel érzed a téli világot, nehezebben veszed már a levegőt majd eltűnünk mi is, mint a nyomtatott sajtó Az idő, az úr, mi a nyikorgó ajtó Meleg a testem, még érezni akarlak Ki tudja, holnap föld alá kaparnak Ha így lenne tényleg, Szánnál rám időt Lennél le a növényem, a földem kihült Tavasszal télen és esőben nyáron Lennél az esernyőm, a meleg kabátom Még nyílnak a völgyben a kerti virágok Még zöldel a nyárpa az ablak előtt De látod a a téli világot Már hó takar el a bércitet Én no Lakóbb színekben fárad a smogtól a szépi a város Utcai dráma a napos ligetben Plakátként épi a széle a májust Futnék veled az utolsó buszra Csuklóba bújnák a magány elől Míg az idő mint villám Arcba vakuzna Apró intelem a halál felől Megszerettük, hogy nincs szabadság Duplára zárjuk a képzeletet eltemetjük, de vissza ha nem tudni hova visz péntekeket. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöld a nyárfa az De látod a a téli világot, már hótakará el a bércitet. Az éjünk a mának csak holnap lesz Aki miatt a perceket, órákat számol Én feljövök érte a síri világból Az éj közepén, a szobán, falán Fényre az árnyék, nyomán a magány Kikötözi be a szíven a sebeket Az épész És miatt a jelentett beteket Pam pam, csak lüktet a vér Az ember ilyen, egy csüket a fél Ez van, ha veres dobta a gép A fájtalom megszűnt, dobva a cél A fájtalom megszűnt, a cél Ebben a hónapban még nyílnak az újabb és újabb fitness alkalmak, úgyhogy a Ne Várd Májust idén nem él. Új sorozatot indítunk, amelyben szerzőket, első körben írókat és költőket foggatunk úgy, hogy az érdeklődésünk fókusza egyetlen szóban megragadható. E sorozat címe Soron kívül. Az első hívószavunk a férfi szív, az első három egy-egy válaszadónk pedig Grecso Krisztián, aki május 8-án, Hály János, aki május 15-én, és Babicki Tibor, aki május 22-én válaszol erre a kérdésre Budapesten a B32 galériában. Részletek a Kultúr Fitness Facebook oldalán, illetve a soron kívül Facebook eventjében. És mert a Kultúr Fitness csapatmunka, köszönöm Koltai Andreának, Borsos Rolandnak, Lukács Léviának és Gorzsás Gábornak, hogy segítettek a podcast második epizódjának elkészültében. És külön köszönöm Karácson Tamásnak, hogy kötélnek át. De miután forradalmi ügyekről is beszéltünk, ezt most inkább nem így fogalmaznám. Az biztos, hogy Tomi a Kocselláról szóló videoblogja is nagyon jó történet, és passzol az iminti beszélgetéshez, úgyhogy nézzétek! Nálunk meg hamarosan jön majd a harmadik epizód is. De most köszönjük a végig kitartó figyelmet. 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 Figyelmet.